51. Szánhúzó Jankovics Attila A legősibb szánhúzó a Husky. A fajta eredetileg Kelet-Szibériában közelebből a Csukcs és Kamcsatka félszigeten volt őshonos, az itt élő törzsek háziasították, majd tenyésztették őket. Ez az időszak körülbelül időszámításunk előtt 9000-6000 közé tehető. Írásos emlékek azért nem maradtak ránk egészen a 19. század elejéig, mert ezek a paleoszibériai törzsek ősközösségi szinten éltek, és nem ismerték az írást. Egy másik probléma a fajta történetének kutatásában, hogy az információk egy része szörmekereskedők és vadászok beszámolóin alapul, aminek hitelessége igencsak megkérdőjelezhető. Tudni kell azt is, hogy a csukcs népcsoportnak csak azon része foglalkozott a fajta tenyésztésével, amely a tengerhez közeleső partmenti sávban élt. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a meglévő információk nagy része az 1910-1920-as évek Oroszországában keletkezett, amely nagyon sokáig nem volt hozzáférhető külföldiek számára. A sztálini rendszer idején nem ismerték el fajta a haszkit, és kétségbe vonták, tagadták hasznosságát, mint szánhúzójét. A 30-as években azonban megértették, hogy a kelet-szibériai terepen a motorizált szállítás csődöt mond, és így ismét előtérbe kerültek a szánhúzó kutyák. Az 1800-as évek végén aranylelő helyeket fedeztek fel Alaszkában, a Yukon és a Klondike folyó mentén, és ez sajátos népándorlást eredményezett, amit a közismert elnevezéssel aranyláznak hívunk. Az aranyláznak vége lett, de sokan ott maradtak, ki ezért, ki azért. A nélkülözhetetlen szánhúzó kutyák olyan sokfélék voltak akár az emberek, akik a városban összegyűltek. Minden kutyafajta máshol bizonyult alkalmasabbnak. Volt, amelyik a jégen volt kiváló, volt, amelyik rövid, illetve hosszú távon. Természetesen mindegyik tulajdonos meg volt győződve róla, hogy az ő kutyái a leggyorsabbak. Végül Ellen Scotti Ellen, aki közismert alaszkai figura volt, állt elő a nagy szánhúzó verseny ötletével, hogy végre eldőjön, kinek vannak a leggyorsabb kutyái. Az első versenyre 1980-ban került sor. Nom és Kendall város között oda-vissza kellett megtenni az utat, ami 652 kilométer volt. A verseny győztese John Hegnes lett. Az első huskik 1908-ban érkeztek Alaszkába. Az 1910-es versenyen már ezek a kutyák szerezték meg az első, a második és a negyedik helyet. 1924 telén Nomban torogyik járvány tört ki, a csecsemők sorra ferdőzöttek meg. Oltóanyag azonban nagyon kevés volt, és a legközelebbi utánpótlás 1600 kilométerre volt Enkorácsban onnan még el tudták szállítani a vakcinát az 1052 kilométernyire lévő Nenana városába, de tovább már nem. Az 1052 kilométeres út öt és fél napot vett igénybe, és még a váltócsapatok egyike sem haladt 85 kilométernél többet, addig Leonard Szepala egymaga 548 kilométert tett meg. Ezzel nevét beírta nem csak a kutyázás, de az amerikai néptörténelmébe is. 1930-ig a szánhúzó verseny olimpiai szám volt. 1984-ben még az ügetőpályán rendezték meg a cacip kiállítást, és ott pillantotta meg egy lengyel tenyésztő által bemutatott huskit. A kutya és általa a fajta is nagyon megtetszett. Mivel a Honvéd kosárlabda csapatának kezdő embere, és egyben a magyar válogatott tagja is voltam, gyakran utazhattam külföldre. A huskival kapcsolatos szakirodalomhoz ott jutottam egyik gyermekkori barátom közbenjárására, külkereskedelmi kapcsolatait felhasználva, Svájcból egy szukahaszkihoz jutottam, amely nem sokára két főszaporolattal ajándékozott meg. Ekkor még eszemágában sem volt a szánhúzás. Pár évvel később hatalmas hótakaró fette be az országot. A főváros közlekedése is megbénult. Ha már van néhány szánhúzó kutyám, és hozzájuk egy ajándékba kapott hám is, gondoltam, akkor próbáljuk ki, mi fánterem a szánhúzás. A két kutyát egy hagyományos gyermekszán elé kötöttem, ráültettem a feleségem, én pedig a szám mellett baktattam. Olyan jól sikerült az első útunk, hogy kedvet kaptam a szánhúzós Ebben az is közrejátszott, hogy súlyos tércarak sérüléssel bajlottam, és a válogatottban való további szereplésre már nem volt esélyem. Az addig elolvasott szakirodalomból és a saját kútfömből merített elgondolásra építve vágtam bele a szánhúzó sportba. Az első versenyen 1988-ban álltam rajthoz Ausztriában. Én voltam az első úgynevezett szocialista versenyző, nagy csinadratát csaptak körülöttem a sógorok. A rosszul tájékozottságom végül is erényemre vált. Úgy tudtam, hogy az első kategóriában indulóknak egy négy kutyát lehet befogni a szán elé. Erre készültem. Ezzel szemben négy kutyával a második kategóriába a négy-hat kutyával vontatott szánok versenyében lehetett ve benevezni. A két kutya hátrány ellenére be tudtam fejezni a tervezetnél hosszabb pályát, a felsőbb kategória miatt volt hosszabb, ráadásul két-három fogatot meg is előztem. Ezzel a nem mindennapi tettel sok barátot szereztem magamnak, akik a későbbiekben sokat segítettek. Versenynaptárt, szabályzatot és a legapróbb európai településeket is jelző térképet küldtek nekem. A hazánkban 1989-ben bekövetkezett politikai változás lehetővé tette, hogy attól kezdve korlátozás nélkül lehessen külföldre utazni, ami által teret kaptam a rendszeres versenyzésre. Rajtozálhattam Ausztriában, Svájcban, Németországban, Franciaországban. És jöttek az eredmények. Legnagyobb sikeremet 1992-ben értem el Franciaországban, a Rozierben megrendezett előolimpián, ahol hatodik lettem. A Magyar Szánhúzó Szövetség 1992 végén alakult meg, aminek tevőleges részese voltam. Hat éven keresztül láttam el az elnöki pozíciót, majd a tisztújítás után más lett a szövetség vezetője. A szövetség annak idején három egyesületet fedett le. Azok 15-25 fogattal rendelkeztek, ma pedig hat egyesület van 15 fogattal. Minden évben rendeznek magyar bajnokságot. Míg versenyeztem, sok-sok bajnoki címet szereztem, több kategóriában is. Ha a verseny idején nincs hó, akkor kerekesszánnal történik a versenyzés. Az utóbbi években a Gödölőtől három kilométerre levő Domonyvöldben rendezik a magyar bajnoki futamokat, mivel Magyarországon általában ott marad meg legtovább a hótakaró. A szánhúzás voltak éppen sprintverseny. Célja a táv minél gyorsabb teljesítése. Különböző kategóriák vannak. Sprint versenyen a legkisebb kategóriában 8, még a legnagyobban 23 km a táv. A középtávú versenyeken 30-40 kilométert kell teljesíteni egy nap, míg a hosszú távú versenyeken, amelyek több napon át tartanak, naponta 50-60 kilométert kell megtenni. A világ leghosszabb távú versenye Alaszkában van, Iditarod, Anchorage és Nom között, ahol 9 nap alatt 1700 kilométer a distancia. Én azt vallom, hogy minden kutya alkalmas a szánhúzásra, az uszkártól egészen a dogig. A tipikus szánhúzófajták, husky, alaszkai malamut, grönlandi hund és a szamoéd fajták jóval lassabbak, mint a keverékek. Nem véletlenül. A megálmodott szánhúzó egyedek alaposan átgondolt fajta keresztezések, husky, agár, valamint különböző vadász és juhászkutyák párosításából születnek meg. A sprintversenyeken 1-4 kutyát lehet befogni a szán elé, a teljesítendő táv 6-9 km, függően a terepviszonyoktól. A maximum 6 kutyával induló fogatok esetén 12, 8 kutya esetén 16, az úgynevezett király kategóriában pedig korlátlan számú kutyával lehet rajtozálni, általában 14-16-tal vágnak neki a távnak a versenyzők, esetükben 23 km a teljesítendő táv. A kutyaszánok 30 kilométeres átlagsebességgel robognak végig a változatos domborzatú, esetleg hóval borított pályán. Ez igen tiszteletre méltó teljesítmény. Régen fából, ma már alumíniumból és különféle ötvezetekből készül a szán. Súlya körülbelül 10 kg. A szánnak két talpa van, síréchez hasonlatos, hosszú két és fél méter. Nem egészen a szántalp elejétől, de annak nagyjából a közepéig tart egy úgynevezett rakodó rész, aminek a teteje kétszer két elemmel van rögzítve a szántalphoz. Azon egy zsák van, az út közben esetleg megsérült kutyát abba kell belehelyezni, és úgy kell szállítani. A rakodó hátsó feléből egy fékpedál áll ki a versenyző lába felé. Közvetlenül a rakodó rész mögött egy derék magasságig érő, boltív alakú kapaszkodó van, e mögött helyezkedik el a hajtó. A versenyző talpa a szán lécén nyugszik, egy gumival fedett részen, ami megakadályozza a láb csúszását. A mindvégig berogyasztott térdel versenyző fogadhajtó háta mögött még mintegy 50 centi van a számból. A jármű kanyarodását testcsúját helyezéssel segítheti elő a versenyző. Ha például balra kanyarodik a szán, akkor a fogadhajtónak a jobb talpát kell letenni a talajra, és azzal rollerező mozdulatokat kell végezni, ami által elő lehet idézni a legoptimálisabb évű kanyarvételt. A kutyákat tartó vezérszál műanyagból van, az a rakodó rész elejébe van rögzítve. Ebből a vezérszálból több oldalág ágazik ki, amelyekhez karabinerrel vannak kötve a szánhúzók. Egymás mellett két kutya fut. Az egymás előtt lévő és az utolsó húzóknak a szántól való távolsága 100-150 centi között van. A fogadhajtó öltözéke a sífutókéhoz hasonlatos, aktív mozgásra alkalmas, jól szellőző, de mégis melegtartó ruha. A bukós isak csak egyes versenyeken kötelező. A versenyző csak szóval irányíthatja a vezérkutyát, általa pedig a többit is, hiszen nincs gyeplő. A verseny alatt a fogadhajtó mindkét keze foglalt, hiszen útközben erősen kell markolnia a fogockodó rudat, nehogy a rázkodás miatt lepotyanjon a szánról. A szánhúzásra leginkább alkalmasnak vért kutya, kutyák kiválasztása annak korától függetlenül történik. Ezt egy gyakorlati példával tudom megerősíteni. Egyik legjobb kutyám, a vezérkutya, első két-három évét lakásban hobbi kutyatként töltötte el. De akadtam olyan, igaz hivatását nem túl buszgon végző vadászkutyára is, aki aztán kiváló szánhúzó lett. A haszkék leváltásához nem csak a koruk, hanem a keverék kutyákhoz képest gyengébb futósebességük is hozzájárult. Elsőként a vadászkutyákra alapozva válogattam össze az új fogat előkerülő kutyákat. Pointer, német vizsla, a magyar vizsla nem vált be. Ezek a kutyák mind felnőtt korúban kerültek hozzám. A szánhúzóvá válás legelemék követelménye a kutyától, hogy szeressen futni, illetve arra motiválható legyen. A fokozatosan emelt munkaterhelés mellett rá lehet szoktatni őket, hogy szívesen és jókedvűen végezzék el a rájuk rót penzumot. A kutyával való foglalkozás egyik alapeleme, hogy nem lehet őt a végletekig kihajtani, halálig kergetni, hanem meg kell találni azt a maximális terhelésszintet, amit még szívesen hajt végre. A jól végzett munka eredménye a dicséret és a jutalomfalat. Az edzés mindennapos tréninget jelent kivéve, ha a levegő hőmérséklete 18 foknál magasabb. Az őszi edzőtábor alapozó munkája a labdázással kezdődik. Érdemes keresni egy közepesen meredek dombot, és annak tetejéről eldobni a labdát. A kaptató idővel egészségesen elfárasztja mindig labdai éhes kutyákat. Az egy-két óránál tovább sosem tartó le- és felszáguldás alaposan megmozgatja és megerősíti azokat az izomcsoportokat a kutyában, amelyeknek erősödni kell a szánhúzáshoz. Az eredményesen végzett alapozó munka után következik a futtatás. A gazda számára az a legjobb, legajánlottabb mód erre, ha kerékpára pattan és úgy mozgatja a kutyákat. Mivel a szánhúzás lényege a robbanékonyság és a gyorsaság együttese, ezt kell szem előtt tartani a futtatás során. A kutyákból mindig a képességükből fakadó maximális teljesítményt kell kihozni, figyelembe véve a terhelhetőségük felső határát, ezért a már említett 30 km-es sebességet kell diktálni és elvárni tőlük. Tehát a robbanékonyság kifejlesztésére és fenntartására is kiváló technika a kerékpárral történő iramdiktálás. Eleinte rövidebb, 500 ezer méter, majd később egyre hosszabb távon kell megfuttatni a kutyát, míg nem a versenyhoz lesz az edzéstáv. Ha a futásedzések edzések tempója nem éri el az adott kutya terhelhetőségének szintjét, akkor az úgy fogja megbosszulni magát, hogy bár a kutya tud gyorsabban is futni a versenyen, mint ahogy teszi, de ő csak a már megszokott tempóját fogja futni. A felkészülés harmadik fázisa az erőnléti edzés. A kutyahámhoz előbb kisebb, majd nagyobb méretű autókerék gumit kell kötni, és úgy kell futtatni. Ebben az esetben elsősorban nem a húzott súly terhe fogja lefárasztani a kutyát, hanem a húzott tárgynak a földdel való tapadási felület nagyságából adadó fáradalmak. Ez a fajta edzésmunka azért elengedhetetlen, mert verseny közben a kutyáknak jelentős súlyt kell maguk után vontatni, versenysúlyom 100 kg volt. A távot is fokozatosan kell növelni, egészen a versenytáv hosszáig. A felkészülési szakasz során azt is figyelembe kell venni, hogy a versenyen melyik kategóriában akar indulni a versenyző. A szeptemberben kezdődő edzésmunka egészen december közepéig eltart. A négy hónapon át tartó mindennapos edzésmunka kiváló lehetőséget teremt a kutyák megfigyelésére, megismerésére. Mivel a különböző fajtájú edzések során eleinte csak egyesével érdemes foglalkozni a kutyákkal, ezért őket szinte a legrejtettebb zsigerükig kiismeri a gazda. Ennek akkor jön el a fontossága, amikor a hajtónak el kell dönteni, melyik kutya hova kerüljön, hiszen két egyforma adottságú kutya nincs. A jó állóképességi kutyák nem a leggyorsabbak, de jól tudnak terhet mozgatni, ezért a sorban ők kerülnek leghátra, legközelebb a szánhoz. A vezérkutyának viszont nem bivajerősnek, hanem szélvészgyorsnak kell lenni, mivel feladata a tempódiktálás, így ő az első két hely egyikére lesz befogva. A vezérkutya szerepkor nem jelenti azt, hogy egyben ő tölti be a falkavezér szerepét is. A szánhúzó kutyák kiválasztása terén a nemek egyenlőségéről tudok beszámolni. A kanok fizikailag erősebbek, mint a szukák, az utóbbiak viszont jobban kezelhetők. Egy fogat akkor jó, ha tagjai közül az összes vezérkutya szintű. A kutyák betanításakor mindegyikükkel úgy foglalkoztam, mintha vezérszerepkörre szánnám. Az iramdiktálás mellett a másik fő feladat, ami ráhárul, a kanyarodás megkezdése és véghezvitele. Erre a következő tanítom meg. Pórázon sétáltatom a kutyát úgy, hogy előttem haladjon. A vezényszó elhangzása után az adott irányba való pórázbillentéssel, kilépéssel vagy karmozdulattal sietek a segítségére. A következőkben a kutyát egy kerékpár elé kötöm azt húzatom vele, és úgy gyakoroljuk a kanyarodást. Bármire is tanítjuk, azt mindig következetesen tegyük. Kutyától függő, hogy mennyi idő alatt sajátítja el az irányokat. A gyakorlások ideje alatt az összes kutyáról kiderül, hogy milyen fejben és fizikailag, valamint milyen egyéb adottságai vannak. Így módon a vezérkutyának nem valók lemorzsolódnak. A rostálódás viszont lehetőséget ad rá, hogy mindegyik kutya az adottságai alapján a legalkalmasabb helyre kerüljön a fogadba. Értelemszerűen a vezérkutya az elsősorban futók egyike lesz. Egyes versenyzők Jack Londonra hivatkozva vallják, hogy a vezérkutya mellé be kell kötni egy éretlent, és őt a tapasztaltárs majd betanítja. Ezt az elgondolást messze menően nem osztom. A vezérkutya a gazdája a legapróbb rejelzéséből is tudja, hogy mit kell tennie. A melléje befogott gyakorlatlan kutya mit sem ért az egészből, a kiadott parancsokra akár ellentétesen is reagálhat, és ez káoszhoz vezet. A fiatal, de a jövőben vezérkutyának szánt négylábút csak akkor szoktam betenni előre, ha a szándhúzás terén már megfelelő alapokkal rendelkezik. A sok-sok gyakorlás mit sem ér, ha a feladatokra nem motivált a kutya. Kényszerűségből elvégzi ugyan a munkát, de sosem fog maximális erőbedobással húzni. Az állandó munkakedv megteremtésének egyik záloga az optimális ideig tartó tréning. Ennek ideje nem meghatározható. Mint ahogy nincs két egyforma ember, ugyanúgy nincs két egyforma kutya sem. A jó gazda együtt kell és fekszik kutyájával, közben pedig árgus szemmel figyeli. Ennél fogva tudnia kell, hogy mikor érkezik el az adott pillanat. A munkára való motiváltság másik fontos eleme a mindig futni vágyó kutya. Ennél fogva a szabadidejükben kötetlenül témfergő ebekből soha nem lesz kiváló szánhúzó. A kutyának legyen ajándék az a mozgás, amit az edzés a munka jelent. A profi szánhúzó kutyákat ezért világszerte kenelben, esetleg láncon tartják. Ez persze nem azt jelenti, hogy őket gazdáig kutyába sem veszik, csak azt, hogy kiéheztetik a mozgásra, a szánhúzásra, ami így már nem munka, hanem szórakozás lesz számukra, és így azt már szívesen fogják tenni. Ha a versenyzőnek a szánhúzó kutyákon kívül van más célral tartott kutyája is, akkor azokkal másként kell foglalkozni, de őket egyformán kell szeretni. A szánhúzó kutya erős fizikai igénybevételnek van kitéve. Ennek megfelelően egészen más kalória mennyiségű táplálékhoz kell jutatni őket, mint a kedvterésből tartott ebeket. Szénhidrátban gazdag, jó minőségű élelmet kell biztosítani számukra. Kiegészítőnek adható mellé hús, máj, tojás. A laikusok gyakran mondják a versenykutyákra olyanok, mint a gebék. Egy jó kondícióban lévő sportkutyának vékony szákás izomzatunak kell lenni. A versenypálya erdei sétáló utakkal jellemezhető változatos domborzatú és vonalvezetésű terep. A veszélyes kanyarokat piros színű szallagozással jelzik, az esetleges kicsúszások helyét szalmabálákkal védik. A kanyarodás helyét attól, mint egy 20 méterrel előrébb az útnak a kanyarodás felőli oldalára kihelyezett sárga szallag jelzik. A versenyszituációt a sok húzó jelenlétéből már jó előre megérzik a kutyák. Testük pattanásig feszül, mire a rajtvonal mögé felsorakoznak. Egyéni indítású versenyeken az indulási sorrendet sorsolással döntik el. A versenyzők egy vagy két percenként rajtolnak el. A világbajnokság háromnapos verseny. A második és a harmadik nap már az előző napi verseny után kialakult erős sorrendben történik az indítás aki 150%-kal rosszabb időteljesítményt produkál, mint amilyen az első három legjobb versenyző eredménye az nem vehet részt a másnapi futamon. Már vannak olyan versenyek is, ahol csoportos mezőnyindítás történik. Ekkor akár 15 fogat is neki ródulhat. Ilyenkor a startvonalnak szélesnek kell lenni, hogy az egy vonalban felsorakozott szánok kényelmesen elférjenek egymás mellett. A pálya kezdő szakaszának pedig olyan hosszan kell szélesnek maradni, közben persze fokozatosan leszűkül, hogy a mezőny tagjai között ki tudjon alakulni a sorrend, és egymás mögé baleset veszély nélkül besorolhassanak. Sem az elstartolásnál, sem pedig verseny közben nem igen nyílik lehetőség taktikázásra, hiszen a szánhúzó sportban csak egy taktika létezik, minél gyorsabban végig száguldani a pályán. Lehetőség szerint verseny közben nem ajánlatos sokat beszélni a kutyákhoz. Csak akkor szabad, érdemes megszólalni, ha az rájuk iránymutatásként foghatni. Így megszokják, hogy a szónak súlya van, és azt úgy is fogadják. A pálya első szakaszán még mindegyik kutya frissen mozog, és a későbbiekben is csak azt a kutyát kell biztatni, amelyiknél lassulás figyelhető meg. Mivel a nagyobb versenyek többnaposak, és minden alkalommal azonos pályán kell végighaladni, ezért a második és a harmadik nap már az irányokat sem kell bemondani a kutyáknak, mert már kívülről tudják. Ha valaki utolér egy fogat, akkor annak el kell engedni a gyorsabbat. Ha kell lassítással, vagy akár megállással, és elő kell segíteni az előzőni akaró fogat haladását. Az előzési szándékot hangjelzéssel kell jelezni. Az alacsonyabb testsúlyú versenyzők előnyt élveznek súlyosabb társaikkal szemben, mivel a kutyáiknak kisebb terhet kell bontatniuk. Életképek a kutyák szállítása közben sok mindenre oda kell figyelni. Kivált kép, ha versenyre igyekszünk. Az utánfutalban utazó kutyák részére boxok vannak kialakítva, de a mozgásigényüket ismerve ideiglenes helyzetük távol van az ideális elhelyezésnek nevezhetőtől. Éppen ezért két óránként rászoktam taposni az autó fékpedájára, és mindegyik kutyával, az izomzatuk karbantartása céljából sétálok néhány percet. Ezt a kis figyelmességet versenyteljesítményükkel hálálják meg a nem elgényberedett lábbal futó kutyák. Ausztriában történt. Látásom a dioptriás fotogénlencsével korrigálom. Az első futamon egy szerencsésen végződött bukás következtében használhatatlanná vált a szemüvegem. A napsütéstől szikrázó hómező ugyan zavarta a látásomat, a hiányzó dioptriák pedig jelentősen csökkentették éles látásomat, de mivel kutyáim kirobbanó formában voltak, és én sem vagyok a nehézségek elől megfutamodó típus, ezért a másnapi futamon is elindultam. A fogat egy meredek lejtőn rabogott le. Annak végében egy éles kanyar törte meg a száguldást, ami után egy vízmosáson átívelő keskeny fahíd következett. Mivel mindig maximális teljesítményt követeltem meg kutyáimtól, ezért még a lejtőn is hajtottam őket. A kanyart előírásszerűen vettük, a kutyák felrobogtak a hídra, ám a szán a híd előtt lévő jeges szakaszon megcsúszott, és a híd mellé perdült. A kutyák futása megakadt, és még értetlenül átsorogva veszegeltek a hídon, az én a patak felett átrepültem a vízmosás túloldalára. Az esés következtében nem csak a ruhám hasadt szét, de a térdízületem is kinyílt. Nem vagyok nyavajgós, de cefetül összetörtem magam. Akkor még fogalmam sem volt, hogy milyen veszélyeket rejt magában, ha elfertőződik a szivacsos ízület. Pesten tudta meg, nagyon nehezen tisztítható ki, ennek következtében akár amputálással is végződhet a baleset. Erről persze sejtelmem sem lehetett a szirénázva robogó mentőautóban. Négy napon át nyomtam a kórházi ágyat, és mivel balesetbiztosítást az idáig sohasem kötöttem, tizennégy ezer sírénget kellett ott a kórházban. Tizenkét kutya repítette a fogatot. Egy erdőn át suhantunk. Száguldás közben felfigyeltem egy velünk párhuzamosan vágtázó ős csapatra. A kutyákra inspirálóan hatott a másik csapat megjelenése. Az addigi edzés átment igazi versenyfutásba. Kutyáim azon mód végsebességbe kapcsoltak, a hajuk csak úgy labogott. Mintha mesében lennénk, olyan idilli volt a kép. Az őzekre jellemző, hogy előbb vagy utóbb keresztezni szokták a mellettük haladó kutyát. A mi esetünkben is ez történt. A vezérállat hirtelen bevágott a kutyák elé és átinalt előttük tette azt a többi suta is, ám az utolsók némelyike egy merészet gondolva átugrott a robogó kutyák feje fölött, és úgy követték társaikat. A kutyák pedig mit sem törődve a történtekkel, tovább